November 19, kerti körkép. Ez a két ágyás, ez virágágyás. Itt még van cékla, a szélén egy pár petrezselyem, innen kiszedtem. És a másik felén van egy pár murok, sárgalépa. Ide már bevetettem a borsót. Mivel nagyon agyagos és kemény, de nagyon termékeny a talaj, minden ágyást újra rétegezek. Ide például tettem faaprítékot, levelet, s rá szalmát. Itt vannak az évelővirágok és a hagymások. Itt van egy pár ribizli, már nem tudom, hogy piros, fehér vagy fekete. Itt vannak az elszáradt dáliák. Körülbelül hónapja száradtak el. De mivel 35 darab van, és lassan szedem ki, még van 7. Itt voltak a kardvirágok. Az idén bent hagyom, mulcsolom, még kerül rá szalma. Van egy pár, jó pár kell bimbó. Ezek például nagyon furcsán fejlődnek. De van, ami meg is rothad. Itt az óriás karalábém. Ezt az ágyást újraépítettem, tettem rá trágyát és szalmát. Nekem minden ágyásom fix ágyás, tehát nem ások, nem kapálók, nem szántók. Itt van a trágyahalom, amit hordok szét a kertbe, ezt a tavasszal kaptuk. Itt van a melegágy, amiben a palántákat neveltem. Van benne még pár saláta, kálé. Ott is van egy másik fajta kálé. Itt volt a zuborka, itt is látszik, hogy minden ágyás most szalmázva van. Itt az újraültetett eper. Kicseréltem a rossz geotextilt, én nem ajánlom senkinek. Ilyen rafia, háló, rafia, nylonra. És itt vannak a drága körömvirágok, amik csak sokkal később, körülbelül mínusz 5, mínusz 7 fok körül fognak kifagyni. Itt vannak a csicsókák. Ez ki is dőlt. Ki kell majd szedjem. Itt van a komposzthalom, amiben teszek falevelet, konyhai hulladékot. A kicsi tavacskánk, amiből szedjük a vizet nyáron, kukoricát, és valamennyire felaprítom, és beteszem a komposztra. Most tesszük a tavalyi faaprítékot az ösvényre, mert nagy a sár. Ott hátul még van pár komposzt. Itt van a későn ültetett borsó, de szerintem ebből ma nem lesz semmi. Van egy pár ilyen tarlórépa, van valahol egy óriás is, itt van az óriás. Ezek jól bírják a hideget. Beültettem a legkisebb hagymákat ide, és látszik, hogy már zöld hagyma. Itt van a jégcsapretek, szépen fejlődnek, ezek se fagynak ki, fokozatosan veszem fel. Itt voltak a karospaszújók, itt is helybe komposztálás. Itt volt kukorica, és ott ezt az ágyást még kell tegyek rá, vagy faaprítékot, vagy trágyát, rá szalmát. Itt van pár szép kelbimbó. Nekem sem mindegyik szép, van, amelyik nem is formálódott. Itt van a kelkáposzta, itt van egy réteg, egy földterület, ahova trágyát hoztak, s rá széna szalma. A szélét egy kicsit felástam, hogy komposztálódjon hamarabb, ide teszek tavasszal sárgarépát, murkot.
Nekem minden ágyás fix ágyás, ahogy mondtam, és vegyes, tehát nem monokultúra, és ezért itt van az elszáradt paprika, ezért mindig kerül bele celler, virág, és hagyma körbe-körbe. Itt vannak még az óriás karalábék. Nagyon jól bírják a telet. Itt van az idei komposzthalmom, egy ilyen lopokroccal, gyapjú lopokroccal letakartam, hogy ne száradjon. És itt van az a halom, ahova gyűjtöttem a nagy részét a diófa levélnek. Ezt külön komposztolom, de ide tettem dáliát, dáliaszárat, gyapjút is, amit összeszedtem a kertből, meg egyéb zöldet. Van egy réteg karton is. Ez így marad egész, valószínű jövő ősszel, vagy tavasszal fogom feltenni az ágyásokra. Ezek a fekete csúnya zacskók azért vannak, mert egy kávézóból hozok ki 2-3 hetente egy nagy adag kávézaccot, és ezeket a zacskókat itt hagyom, hát ilyen madár elkergetőnek, meg a földben az egereket zavarja. Ezek a fa darabok, valami régi kerítés maradványok, valószínű be fognak kerülni egy Hugel Kultúr ágyásba jövőre. Itt vannak a kelbimbók, kaptam az interneten egyfajta piros kelbimbót. Hát nem vagyok vele megelégedve, sokkal kisebbek, mint a többiek, és egyen sem fejlődött ki szépen kelbimbó. Ha meghagyják a nyuszit, egyet hagyok magnak. A leveleket letörtem, a végét kicsiptem, letettem a leveleket komposztálódni. Itt is van szép kelbimbó. Itt van a krumpli. A tavasszal ide tettem széna alá. Egy nagyon-nagyon vékony földet tettem rá. És már beültettem két sor krumplit, hogy lássam, ha működik a tél alávetés. És mivel elég feledékeny vagyok, megjelöltem két pálcával. Mikor ültettem a krumplit, akkor ültettem lóbabot is melléje, nem termett, nem tudom miért, nem is foglalkozom vele, de egy pár átviselte azt, hogy kiszedtük a krumplit, és nagyon jól van zölden. Nagyon későn ültettem ki ide a poréhagymát. Áprilisban ültettem a magot, és én palántáztam ki. Hát június vége, július eleje, de mondom, hogy itt nagyon-nagyon gazdag a föld. Szépen ki is fejlődött, de nem egyenletesen fejlődnek. Van, ami nagyobb, s van, ami kisebb. Mindig a legnagyobbat húzom ki. Itt volt egy cirok ágyás, igen, cirok seprűnek. Kaptam valakitől a magot. Most már levágtam, majd megmutatom. Meg fogom szárítani, leveszem a magját, és hát a télen csinálok belőle egy seprűt. Itt volt a bivajpasszúj. Nagyon későn lett termés. A nagy melegben nem porzódtak be. Ezeket is még le kell szedjem. Itt volt két, három nővér ágyás, kukorica, tök és passzúj. A passzújt később ültettem, és a nagy szárazságban nem is fejlődött, semmit nem tudtam leszedni belőle, de helyben komposztálom, kiszedem a nagyobb felmagzott gyomokat, lefektetem ami maradt szárít, a kukoricákat külön szedtem, és erre is teszek trágyát, fa, aprítékot, szalmát.
itt voltak a passzújók, és mivel nem akarok monokultúrát, ezért ide is tettem. Volt egy pár facélia. A facélia elég jól bírja a hideget. Itt már volt éjszaka mínusz 3 fok is, de 1-2 megmaradt. És a passzújók közé ültettem kelbimbót. Itt van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ágyás. Szinte mindegyikbe másfajta passzúj volt. Mivel kaptam is magbőrzén, és nem tudták, hogy karos vagy törpe, hát volt, ami kezdett futni, és nem tudtam, hova tegyem, és összeborult az egész. Nem is tudom, ha vettem magot, de ide valószínű, hogy kerül egy ágyás lóbab, és a legfelső az majd egy virágágyás lesz. Itt van 2 gozsi. Itt volt 2 paradicsom ágyás, körbe-körbe hagyma. Ebbe az ágyásba már ültettem körbe fokhagymát. Azt vettem észre, hogy a celler, a hagyma, a mangolt nagyon jól áttelel. Ezért hagytam a földbe. Ha jönnek a nagy hidegek, akkor kiszedem a cellert, még van máshol. Ezért kár lenne, hogy ez megfagyjon, mert ez nagyon szép. És itt fent voltak a dáliák. Ez az én kertem. November 19.